A művelődési központban rendezett ünnepélyes meginduló közönségét köszöntötte Fekete Péter, az Emmi kulturális államtitkára, aki úgy véli, a színházak, a nemzetpolitika hírvivői, a magyarság megtartói a határokon innen is túl. Demeter András, Románia kulturális államtitkára elmondta, színművészként sokszor állt a kisvárdai deszkákon, számára ez a hely nem csak az anyaországhoz való tartozást, hanem a pályaindulást is jelenti. A résztvevőket köszöntötte Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója is, aki a kezdetektől fogva vendége a fesztiválnak. Az elmúlt évad legjelentősebb előadásaiból állították össze a fesztivál programját, így a közönség egy keresztmetszetet kaphat majd a határon túli teátrumok bemutatóiból. Minden meghívott színház el tud jönni Kisvárdára, mivel a játszóművészek valamennyien megkapták a védőoltást. A fesztivál igazgatója szerint a nézők is nagyon várják már az újabb élményeket. Én úgy veszem észre, hogy egyre jobban belelendül a közönség, már van a 18 produkcióból 6, amelyekre nem lehet már ilyet vásárolni, de az is igaz, hogy egy kicsit populárisabbá próbáltuk tenni a szórakoztató műsort, és operetteket, vígjátékokat, műzikeleket mutatunk be most a fesztiválon. Az előadásokat, ahogy az elmúlt 5 esztendőben is, Balogh Tibor dramaturg, színházi kritikus válogatta, aki a közelmúltban Hevesi Sándor díjat kapott. A szakember úgy véli, az idei válogatást kettősség jellemezte. Volt ebben valami nehezebb, és volt, ami könnyebb. Olyan ez, mint a természetben szokott lenni, hogy az erősebbek azok túlélnek, a gyengék azok gyengélkednek. A színházi előadásokkal is így volt, hogy tulajdonképpen egy természetes szelekció ment végbe, ezért a jobbakat könnyebb volt kiválasztani, mint más évadokban. Az ünnepélyes megnyitót követően a Dériné Társulat Dériné ifjasszony című előadását láthatta a közönség Vidnyánszky Attila rendezésében. A szombatig tartó fesztivál versenyprogramjából szakmai zsűri választja majd ki a legjobbakat.